Dunakanyar legjobb zeneivel. Rádió Szentendre 91.6. Nagyon kellemes péntek délutánt kívánok, a Rádió Szentendrét hallgatják az FM 91.6-on. A mikrofonnál Szilágyi János, és így lesz ez egészen este 8-ig, mármint, hogy itt leszek önökkel. Hallgassanak minket, hiszen a legjobb zenéket és a legérdekesebb sztorikat válogatom a mai műsorba is, de ahogy ezt már megszokhatták, péntekente általában érdekes, zenével foglalkozó embereket, zenészeket szoktam elhívni ide a Rádió Szentendrébe élő adásba beszélgetni. A mai napon az a megtiszteltetés ért minket, kedves Rádió Szentendre hallgatók, hogy Gájer Bálint látogatott el hozzánk ide a Rádió Szentendre stúdiójába. Hello Bálint! Hello, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat. Boldog új évet, azóta nem találkoztunk még. Igen, tavaly voltál itt utoljára, 2014 volt még akkor. Igen, igen, pontosan nem tudom, mi kapcsán voltam, de az biztos, hogy tavalyi évben voltam utoljára. Bálint, nagyon szépen köszönöm, hogy újra elfáradtál hozzánk ide Szentendrére, és hogy kérdezhetünk téged, hiszen holnap nagyon nagy esemény lesz a te életedben is, és a mi életünkben is. Láthatunk téged ugyanis a Magyar TV-ben, a Dal című műsorban. Így van, most szám szerint a harmadik elődöntőhöz értünk, ugye a 3x10 dalt válogatott ki a zsűri, és most én az utolsó elődöntőbe kerültem be, és a dal címe That's How It Goes, nem tudom, hogy ki mennyire hallotta, de ma biztos, hogy le fogjuk játszani. Most már az interneten kering egyébként hozzá a videóklip is, úgyhogy azt is nézzétek meg, sok szeretettel készítettük nektek. Még én sem láttam, de nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá. Milyen érzés egy ilyen nagy országos versenyen megmérettetni magad? Mindenképpen egy fantasztikus esemény ez, hiszen nagyon sokan nézik a műsort, és hát egy előadó életében fontos tényező az is, hogy hányan látják, hány emberhez jut el a dal vagy éppen a produkciója, és itt nem csak hangban, hanem képben is ugye látható lesz a produkció. Csak így a férfi hallgatók számára jelezném, vagy akár neked is, hogy négy nagyon csinos táncos hölgy lesz a színpadon velem, profi táncosokról van szó, és két vokalista hölgy lesz, a koreográfiát Túri Lajos készítette, aki gyakorlatilag az összes tévéshowban, illetve a tévéshow számára készít koreográfusokat. Úgyhogy én már nagyon várom, mert táncolni én nagyon nem fogok, de azért igyekszem a lányokkal táncolni, vagy tartani a lépést, és hát bízom benne, hogy itt a vizuális élmény miatt azért tudok figyelni majd a dalra is. Tehát akkor holnap az M1-en a dalban látható Gájer Bálint, akivel most beszélgetek, de térjünk vissza egy picikét a legelejére, Bálint, hogyha nem titok, ugye, ha jól tudom, 34 éves vagy, ugye? Így van, jól informált vagy. Mióta énekelsz? Mióta énekelek? 10 éves koromban kezdtem el zenélni, zeneiskolába járni, akkor még nem énekesként, akkor dobosnak készültem még. Fantasztikus évek voltak egyébként, ütőegyüttes, full zenekar, big band, belföld, külföld, mazsorettes lányok, mindenki volt ott a közelemben. Gyakorlatilag az egész gyerekkoromat a színpadon éltem le, vagy a színpad közelében legalábbis zenészek között. És az éneklés maga az 2001-ben vált egy fontossá igazán számomra. Akkor kezdtem el énekelni, akkor kezdtem el először iskolai keretek között énekelni, tanulni. Az akkori nagy ikonom, nem azt mondom, hogy ideálom, az ikon volt számomra Péli Barnabás, ugye United frontembere, akkor ez egy nagyon menő zenekar volt, és abban a szerencsés helyzetbe kerültem, hogy az ő növendégeként kezdhettem neki a profi énekesi pályának. Péli Barnát a Unitedból személyesen ismered, és énekeltetek is már akkor együtt ezek szerint? Igen, igen. Elég sokat kellett egyébként várni, még azt hiszem, hogy valamikor tavalyi évben voltam vendége a United zenekarnak valahol vidéken, úgyhogy az volt az első ilyen alkalom, amikor ilyen sztár vendégként velük léphettem egy színpadra. Így külön-külön azért elég sok taggal játszottam már, illetve a mostani dobosuk nálam is dobol a saját 8 tagú zenekaromba, illetve Romhányi Áronnal írtuk a tavalyi Eurovíziós dalomat, az Elmaradt pillanatok című dalt. Illetve hát a Group & Swing-ben is dolgoztunk, több feldolgozást is készített nekünk, illetve gyakorlatilag a lemezanyag, a Botrány című lemezanyagnak a 90%-át. Az első lemezt, az Amíg Élek című Group & Swing lemezt viszont Péli Barnáék írták a unokatestvérével, Elek Norberttel, aki akkor még a zenekarban, a Group & Swing-ben zongorázott, és hogy még egy kis összefonódás, a mostani That's How It Goes című dalomat viszont Elek Norbert írta, tehát visszatértem hozzá. Vendégen továbbra is Gájer Bálint, természetesen a United-től is nagyon-nagyon sok dalt játszunk, de most érkezzen tőled egy dal itt a Rádió Szentendrében. A Bomba című dalt választottuk. Mit kell erről tudni? Ezt a dalt Révész Riárd Magyarország vezető latin zongoristájával közösen írtuk. A szöveget Födő Sándor Fidor írta, aki szintén a Group & Swing lemezeken nagyon sok
fantasztikus szöveggel örvendeztetett meg bennünket, illetve a közönséget is. Ez egy csacsacsa, ez a Budapest Jazz Orchestrával közös felvétel. Az új lemezemre, az Egyszerű az élet című lemezre három dalt is vettünk fel közösen a Budapest Jazz Orchestrával. Ez egy ilyen, gyakorlatilag egy álmom megvalósulása, hogy egy professzionális big banddel három dalt is fel tudtunk venni. Tehát a Budapest Jazz Orchestra. Valamint Gájer Bálint, és érkezik a Bomba című dal itt az FM 91.6 Rádió Szentendrében. A Dunakanyar legjobb zenéivel, Rádió Szentendre 91.6. Gájer Bálintól hallhattuk a Bomba című dalt, az FM 91.6 Rádió Szentendrét hallgatják, a mikrofonnál Szilágyi János. Kezét csokolom, kellemes délután, sziasztok! Vendégem a mai műsorban Gájer Bálint, ő az, aki holnap, azaz szombaton az M1 dal című műsorában lesz hallható és látható. Indul a verseny, Bálint, és megtiszteltél minket, hogy így elfáradtál hozzánk a Rádió Szentendrébe. Hogy vagy? Izgulsz-e már? Nagyon szépen köszönöm, jól vagyok. Szerintem elég lesz, ha majd csak akkor izgulok, illetve akkor se kéne szombati nap, amikor majd a színpadra kell állni. Én azt gondolom, hogy sokat elpróbáltuk, a lányok tudják a részüket, a táncot, úgyhogy miattuk nem kell izgulni, az egész biztos. Én is elég sokszor énekeltem már a dalt, úgyhogy bízom benne, hogy nem lesz vele probléma. Izgulni inkább azért izgulok, hogy milyen lesz a fogadtatása a dalnak. Én azt gondolom, hogy egy nagyon pozitív kis dal, egy angol nyelvű dal, tehát a külföldiek is érthetik majd, hogy miről szól ez a nóta. És alapvetően az a cél, hogy szórakoztassuk a közönséget, akár a stúdióban, vagy éppen a tévé képernyő előtt. Tehát akkor holnap az M1-en Gájer Bálint. De térjünk egy picikét vissza ismét. Az előbb említetted, hogy nagyon-nagyon sok mindenkivel dolgoztál már együtt, zeneszerzőkkel és szövegírókkal egyaránt. Van-e saját dalod, amit te írtál, te zenésítettél meg? Nem nagyon lesz, aminek a szövegét is én írtam, mert ez egy annyira kifinomult ízlés kell ehhez, meg profinak kell ehhez lenni, ez a zenei műfaj. Én azt gondolom, hogy én egyelőre még nem állok készen erre. Tehát valószínűleg nem fogok én egyébként szöveget írni, én nem gondolom, hogy van-e ez affinitásom a szövegíráshoz, úgyhogy ezt a profikra bízom. A zenei részében tudok leginkább részt venni, illetve alapvetően a koncepciót szoktam mindig én kitalálni, milyen stílusú dal legyen, milyen tempója legyen, miről szóljon, aztán az majd milyen hangszerelést kapjon. Tehát hát leginkább majdnem, hogy zenei produceri szerepet töltök be. Van pár olyan dal, mondtam, a Group and Swing lemezen is, amiben ilyen társszerző vagyok, tehát leginkább az ének téma kialakításában, mint énekes tudtam jobban kivenni a részemet. Úgyhogy a hangszerelésben általában olyan támpontokat szoktam például adni. 2014-ben megjelent a saját lemezed, és ezen kívül még sok-sok más produkcióban szerepeltél. Milyen zenei stílus áll hozzád a legközelebb? Hát aki meghallgatja a lemezt, annak ki fog derülni. Hát alapvetően swing énekes vagyok, de próbálom ezt érdekessé tenni, kicsit izgalmassá tenni popzenékkel, és hát gyakorlatilag ez a kettő műfajhoz, a popzenéhez és a swinghez is közel áll, a latin zene, úgyhogy latinos táncolható dalok is szerepelnek rajta, de alapvetően mindig az a lényeg, hogy populáris dolgok legyenek. Tehát van több olyan szám a lemezen, ami feldolgozás, ami világslágernek a feldolgozása, például a Maroon 5-tól a Moves Like Jagger, ami szintén elhangzott annak idején a Voice-ban, csak nem ezen a hangszereléssel, és vannak kimondottan poppos hangszerelésű dalok. A saját dalaim mind magyar nyelvűek a lemezen, egyébként van 8 saját dal rajta, és a feldolgozások a Hevesi nótától eltekintve mindig angol nyelvű, ami a Hevesinek az Ezt egy életen át kell játszani című dala, amit szerettem volna kicsit áthangszerelni, úgyhogy meg lehet azt is hallgatni majd. Hogyha Gájer Bálint éppen nem lép fel hétvégén, vagy nem szerepel a dal című műsorban az M1-en, akkor hogy tölti a szabadidejét? Hova jár szórakozni? Milyen szórakozó helyeket szeret? Hála Istennek nem sok olyan alkalom van, amikor ne állnék a színpadon valamilyen produkcióval, akár élő nagyzenekarral, akár valami félplayback produkcióban, valamilyen szülinapon, vagy esküvön, vagy bárhol. Nem igazán járok szórakozni. Én, hogyha tehetem, akkor otthon vagyok a barátnőmmel, kicsit leülök a tévé elé, összebújunk, és megnézünk valamilyen filmet, vagy eszünk egyet. Úgyhogy nem vagyok igazán egy ilyen nagy bulizós, hogyha van mondjuk koncert valahol, akár egy klubkoncert, akkor általában azért ott szoktunk maradni utána, de táncolni se sűrűn lehet látni engem. Bocsánat, csak egy kérdés, és hogyha intim vagy indiszkrét, akkor nem kell rá válaszolnod. Ő az a lány, akivel annak idején a címlapokon szerepeltetek? Szépségkirálynő volt, vagy jól tudom, ugye? Igen, hát gyakorlatilag a 2013-as évben készült el az első, az Értem jött a nyár című dalom, amit jól tudom, játszatok ti is, és annak a klipnek a forgatásán ismerkedtünk meg, úgyhogy most már egy másfél éve együtt vagyunk, és a mostani a That's How It Goes-ra készült videóklipben is szerepel, ő a főhősnő, ő az, akit elhódítok a három
pasitól, és aztán a végén elcsattan egy csók is. Én azt javaslom, hogyha már egyébként is ennyit beszéltünk erről a dalról, és holnap egyébként is látható lesz az M1-en, akkor én azt javaslom, hogy hallgassuk most ezt meg. Mit szólsz hozzá, Bálint? Mehet a dal. That's okay. How it goes. Már is érkezik itt az FM 91.6 Rádió Szentendrében Gájer Bálintól. A Dunakanyar legjobb zenéivel Rádió Szentendre 91.6. Come on! That's how it goes. Hallottuk Gájer Bálint vadonatúj dalát itt az FM 91.6 Rádió Szentendrében. Az a szerencsés helyzet állt elő, kedves rádió hallgatók, hogy holnap élőben láthatjuk is ezt, méghozzá a Magyar Egyesen Gájer Bálintól. Nagyon jó volt a dal, Bálint, gratulálok, szuper! Nagyon köszönöm, hát remélem, hogy mindenki ennyire felfokozott hangulatból lesz, mint amennyire telettél taltól, meg táncolt végig egyébként, nagyon aranyos volt. Jó zene az mindig meghozza a hatását. Na de visszatérve erre a holnapi műsorra, holnap ugye ezt látják majd a kedves rádió hallgatók a tévében, ahol tulajdonképpen élőben el is énekled majd ezt. Hogy van ez a dal című műsor? Valamilyen alap megy alatta, vagy zenekar van mögöttetek? Mindig az van, hogy az élő hangnak kell élőben mennie, minden más felvételről megy. Hát gyakorlatilag ez a fél playback nevű produkció, de hogyha ugye van vokál mondjuk a dalban, akkor az nem szólalhat meg felvételről, tehát minden ilyesminek élőben. Tehát az élő hangnak élőben kell menni. Ez nálam majd két vokalista lányjal lesz egyébként, úgyhogy hárman fogunk élőben énekelni, a táncosok meg táncolnak. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek rá, hogy mi lesz maga a produkció, de hát ez holnap kiderül. Azt tudjuk, hogy pontosan hány óra akkor lesz ez a tévében? Hú, nem tudom igazából, megmondom őszintén, valamikor 8 óra környékén kezdődik talán a műsor. Azt, hogy egyébként és a műsorban hanyadik leszek, azt nem tudom. Meg fogom nézni, és hát remélem, hogy nagyon-nagyon sok szavazatot kapsz, és ugye tovább jutsz majd. Ez a harmadik elődöntő a dalban holnap, hogyha ezen túl jutsz, vagy tovább jutsz, akkor utána mikor lesz a következő? Ha ezen tovább jutok, akkor február 14 és 21 a középdöntő. Gyanítom, hogy ha tovább jutok, akkor február 21-én leszek, akkor lesz a második középdöntő, és a döntő pedig február 28-án lesz. Úgyhogy hát bízom benne, hogy sikerül, meglátjuk, mennyire fogja majd a zsűri szeretni. Elsősorban egyébként tehát a több pontot a zsűri adja. Ugye első körben úgy van, hogy 4 tagú zsűri van, 5. tagként lehet a közönségnek részt venni, a közönség is egy ilyen applikáción keresztül, legyen SMS szavazáson keresztül, lehet az 5. zsűri tag, és aztán, hogyha nem sikerül tovább jutni, tehát 5 embert juttatnak tovább egyeneságon, akkor egy 6. embert pedig a közönség szavazatára bízzák. Tehát akkor végül is a közönségnek is nagy szerepe van ebben a dologban, igen, mert ugye 1/5 ők adják minimum a szavazatoknak. Remélem, hogy innen Szentendréről és a Rádió Szentendre hallgatói is majd fognak rád szavazni, és hát természetesen azért a zsűritagoknak is drukkolok, mármint, hogy neked szavazzanak bizalmat, és találkozzunk majd veled február 21-én és február 28-án is a döntőben, így és legyen. Utána ugye Bécsben lesz az Eurovíziós Dalfesztivál. Így van. És az is elvileg még több fordulós, ha jól emlékszem, ugye ez így van? Azt nem igazán tudom, igen, vannak ilyen előválogatók, és akkor ott leszűkül nem tudom hány produkcióra, nem készültem még fel annyira, ennyire nem néztem utána. De ami érdekesség egyébként, hogy a Johnny K. Palmer, aki a szövegírója a dalnak, ő Bécsben él, tehát egy osztrák származású fiatalemberről van szó. Elek Norbi pedig innen Budapestről fog majd szurkolni nekünk. Nagyon kíváncsi vagyok, és remélem sikerül tovább jutnod, de legalább az a jó Bécsben, hogy nem kell messzire menned, hogyha kiutsz, remélem te képviseled majd Magyarországot. That's how it goes, ez a dalodnak a címe, amit holnap tehát az M1-en a dal című műsorban láthatnak a kedves rádióhallgatók élőben. Készült hozzá videóklip is, mit kell erről tudni? Igen, ez a videóklip, ez gyakorlatilag kedden került ki az internetre, a Facebook oldalamra, YouTube-on található videó egyébként, úgyhogy nyugodtan meg lehet nézni, akinek tetszik, az pedig ossza meg. Ezt az Orfeonban forgattuk, ugye ez az a hely, ahol havonta egyszer, most már több mint egy éve a Bublé & More című műsorommal fellépek élőben, 8 zenész társaságában, úgyhogy aki szeretne jönni, nincs túl messze Szentendre Budapestre, úgyhogy sok szeretettel várjuk majd. Vidám kis videóklip lett egyébként, akit érdekel, tényleg nézze meg. Nagyon kíváncsi vagyok egyébként a véleményükre is, vagy véleményetekre is, úgyhogy ne fogjátok vissza magatokat, az se baj, ha negatív vélemény, abból is tanulunk. Mindjárt lemegy még egy dal, és utána megosztom a videóklipet is a Rádió Szentendre hallgatóival. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, Bálint, és hát tényleg örömmel és nagyon-nagyon szurkolunk neked a Rádió Szentendrében dolgozó kollégáim nevében a holnapi dal című műsorhoz. Remélem, hogy nem csak holnap, hanem a középdöntőben és utána a döntőben is láthatunk és hallhatunk majd téged. Így legyen, hát
figyelmet, remélem nagyon szépen köszönöm, és legközelebb is nagyon szívesen jövök hozzátok. Oké, remélem, hogy már akkor, mint a döntős Gájer Bálint, illetve a Magyarországot képviselő Gájer Bálint jelentkezik majd itt nálunk a Rádió Szentendrében. Utolsó dal mára tőled, az Egyszerű az élet című dal. Erről mit kell tudni? Ez az első önálló lemezem címadó dala, egy nagyon pozitív kisugárzású dala, de gyakorlatilag a hétköznapi életről szól, a mókuskerékről, amiben nagyon sokan benne vagyunk. Reggel indul a nap, nagyon álmosan, és aztán utána az utolsó remény sugár az majd megint pénteken jön fel, amikor ki lehet menni szórakozni ide-oda, amikor nem kell senkinek elszámolni semmivel, hogy ki mit csinált. Érdemes itt is figyelni, egyébként a szöveg nagyon jól sikerült. Gájer Bálint, köszönöm szépen, hogy elmondtad és megosztottad velünk mindezeket a jó dolgokat. Ne feledjék, kedves Rádió Szentendre hallgatók, Bálintot lájkolhatják a Facebookon. Hogy találnak téged meg ott? A saját nevemen. Hivatalos oldal, privát oldal is van mindenhol, mindenkit visszajelölünk, mindenre válaszolok, úgyhogy nyugodtan lehet érni. Tehát keressék Gájer Bálint hivatalos oldalát a Facebookon. Most tőled búcsúzom. Szia Bálint, köszönöm, hogy eljöttél. Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást. Holnapra pedig sok sikert drukkolok, majd érkezzen Gájer Bálintól az Egyszerű az élet című dal. Itt az FM 91.6 Rádió Szentendrében. A Dunakanyar legjobb zenéivel. Rádió Szentendre 91.6.